4 napra a város közepére költözik a vízilabda. A válogatott főszponzora ugyanis egy termetes medencét, lelátót és egy hatalmas kivetítőt is telepített a budapesti március 15-e térre. A sportág népszerűsítésén kívül nyilván a cél a szórakoztatás is, hiszen a helyszínen közel 300 lelkes néző követheti majd a negyeddöntő és a finálé eseményeit. A megnyitó talán legizgalmasabb pontja az volt, amikor olimpiai bajnokok felavatták a medencét. Drávucz Rita és Szécsi Zoltán is könnyen vette az akadályt. Mondtam a kis Gergőnek, hogy ez mennyire fantasztikus dolog, hogy az ember csak leugrik innen az ötödik kerületből, akár a lakásból, és alkalma van csobbanni a hűs vízben. Remélem, hogy a napokban majd melegebb is lesz. Hát bárcsak lehetne itt egy nagyobb állandóan, szerintem állandóan tele lenne, azért nem is lehet. Tehát itt úgy gondolom, hogy nem lehet kellő méretű vízfelületet létrehozni, hogy kiszolgálja az ide vágyó közönséget. Ez egy fantasztikus elgondolás. Mindenkinek javaslom, akinek módjában áll, hogy próbálja ki. Tényleg azt mondom, hogy ott látom, mikor ugorhatunk be. Közben az a kérdés is felmerült, hogy az amúgy is látványos sportágat kell-e tovább népszerűsíteni. Én úgy gondolom, hogy népszerűsíteni nem kell, nyerni kell, és az mindig népszerű lesz. Mindenképpen kell az érdeklődést fenntartani, hiszen folyamatosan jönnek fel az összes többi sportág, és hát el kell kapkodni. A nézőszám az ugyanannyi, és fel kell kelteni folyamatosan az érdeklődést, úgyhogy nagyon jó, hogy van egy ilyen alkalom arra, hogy a közönséges találkozzanak az ilyen sportolók. Aki egy igazi vízilabda arénából nézné a hétvégi eseményeit, de nem fér már be a Margit-szigetre, ne habozzon és látogasson el csütörtök és vasárnap között a belváros szívében. We'll be right back.